Látod, rám már fény is esik. Ez. De nincs személyi válogatás, itt nincs. Szeretettel köszöntelek benneteket, különösen azokat, akik még a délelőtti alkalmat is végigülték, és még este is itt maradnak. Őszinte részvétem. Tehát, de a jóból sosem elég. Menjen, el, atyám, jól érzem magam, te benned, és köszönöm, hogy te gyönyörködsz mi bennünk, mert szerez bennünket, odattad értünk a fiadat, és Jézus odattad az életedet, és atyánk és Jézus odattad a Szent Szellemet, aki most itt van. Drága Szent Szellem, jöjj a keneteddel, hogy miközben rólad beszélünk és általad akarunk szólni, akik itt vannak, jussanak új felismerésre akik testileg gyengélkednek, gyógyuljanak meg, hiszen valóban a te Jézus meggyógyultunk. De szükségünk van a csodatevő erőre, a kijelentésre, szükségünk van a gyógyítás ajándékára. Semmi nem automatikus, hanem minden hit által történik. Ezért jöjj közel, és ezt a egy órát, még hogyha egy kicsit nehéz időpontban is van, nem csak hogy neked adjuk, hanem akarunk neked engedni, hogy te tudjál munkálkodni. Én nekem is a szívembe, akit prédikálok, szükségem van rá, hogy megérintsél, hogy átjárjál belül, és ezen keresztül a kijelentés által megérintsed a testvéreimet is. Köszönöm neked, hogy itt vagy, legyen áldott a te neved. Amen. Itt a tavasz, úgyhogy most már vége a rettenetes hidegnek. Úgyhogy maradhattok Magyarországon, nem kell elköltöznötök, higgyétek el, megjön a nyár is, a meleg. Ha nem is bírtátok, akkor is most már ki fogjátok bírni. Egy olyan témát hoztam, amit már ezerszer olvastunk és hallottunk, de mivel én a kegyelmet prédikálom és a bűnösök barátja vagyok, ezért szeretnék egy kicsit a bűről, beszélni és a testről, és a kárhoztatásról. Hogy örüljetek. <coughs> <coughs> yep. Halleluja, honnan olvas? A Galata 5, persze, a Galata 5. Ha pedig egymást marjátok és fajátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészétek. 16-tól írom, mondom pedig szellem szerint járjatok, és a test kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogyha ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellemtől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A test cselekedete pedig cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, gyűlölködések, harak, patvarkodás, visszavonások, pártütések, irítségek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, folytathatnánk tovább, aggodalmaskodás, képmutatás, stb. Többi, stb., többi, amit Jézus a legszörnyűbbnek mondott. Melyekről erről -e mondtam néktek, amiképpen már ezelőtt mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a szellem gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha szellem szerint élünk, a szellem szerint is járjunk. Nagyjából igenis és akkor a vége, hogy ne legyünk hiú, dicsőség, kívánok, egymást ingerlők, provokálók, egymásra irigykedők, rossz indulatúak. Hát ez az egyik kardinális ige, amit föl szoktak hozni a kegyelem tanítás ellen, hogy nem beszélünk a bűről, engedjük a bűnt, és igazából valahogy ezeket az igéket nem veszük figyelembe. Hát én szeretném most figyelembe venni, és szeretném elmondani, hogy nagyjából hogy vannak ezek a dolgok. Azt látjuk, hogy a test cselekedeteit, hogyha úgy vesszük, hogy aki a test cselekedeteit végzi, az nem megy be Isten országába, akkor senki nem megy be senki nem megy vele, tehát ezt így értelmezni, ezt az igét nem lehet. Mondhatnánk úgy is, hogy aki, picit finomítsunk ezen a dolgon, hogy aki ebben él folyamatosan, és ebből nem akar kijönni, az Isten országának részesen nem lehet. De én még finomítanék egy kicsit ezen az egész dolgon, hogy Isten azt mondja, hogy az Isten országa az közöttetek van. Itt most. Tehát aki test szerint jár, ezek szerint a dolgok szerint, amiket itt felolvastam, az nem tud járni az Isten országába, ami itt van most közöttünk. Hogyha irigykedés, paráznasság, házasságtörés, részegség, ben jár, és abban éli az életét, Isten országának ilyen módon nem lesz örököse, és itt nem a mennyről van szó, és nem az üdvösségről, hanem egész másról. És amikor megközelítjük ezeket a bűnöket, egy nagyon, nagyon érdekes dolog történik, mert a bűn egy kicsit olyan, mint egy mélység, egy szakadék. Nem tudom, hogy tapasztaltad-e azt, hogy ha lenézel valahova, amikor egy mélység van, akkor megijedsz, akkor elkezdesz félni. Én amikor Torontóban voltam, ott van egy ilyen irgalmatlan magas torony, ahova fölmegy egy lift, de kívül az épületen kívül, és a repülők föl, tehát alul mennek a repülők, és az elején úgy néztem, és a végén mondtam, hogy ezt én nem bírom ki. És akkor megfordultam, és néztem a falat, ahol a lift ment, csak a falat láttam, és semmi probléma nem volt. De amikor a mélységbe belenéztem, beindultak bennem a félelem, a szorongás, az aggodás, a, a, az a rettegés, ami, ne is beszéljünk arról, amikor ilyen, fölértem egy ilyen üvegpadlón is lehetett járni a mélység fölött. Na, nem mentem ki, talán így hasonló csúszva esetleg. De amikor, amikor, belenézel a bűnnek a mélységeibe, az olyan mély, hogy ki fürkészhetetlen, akár csak a Szent Szellemnek a mély, és az Isten szeretetének a mélysége is. Amikor a kereszténység elkezdett a bűn centrikusságot felépíteni, és nem most kezdte, hanem már, már 2000 évvel ezelőtt kezdett ezzel foglalkozni, amikor ezt kezdte felépíteni, akkor a bűn mélységeit úgy jöttek elő, hogy a kereszténységet nem a szabadság, nem az jellemezte, hogy tele van szeretettel, hanem tele van szorongással, félelemmel, rettegéssel, mert nézte állandóan a bűn mélységeit, és próbálta a bűnöket kizárni magából, körülötte, a gyülekezetből. Én a saját hugomat kizártam a gyülekezetből, pedig nem törte meg a házasságot, csak úgy döntött, hogy elválik a férjétől. Olyan érdekes, hogy most, hogy a kegyelmet prédikáljuk, és a volt férjével beszélgetett, huszon nem tudom hány éve elváltak, és most először beszélgettek egymással. A Robi felkereste az Illikót, és először tudta elmondani az Illikó neki, hogy miért vált el. Miután, miután nem a törvény kapta, meg nem azt, hogy bűnösök, hanem hogy Isten szereti őket. És egy megrendítő dolog, hogy a bűn mélységeiből való kijövetel nem történhet úgy meg, hogy a bűnt megismerjük, és a bűn ellen harcolunk, hanem egész más módon. A bűnnek az ereje a törvény. A törvény, ami megerősíti, hogy mit nem szabad csinálni, megerősíti a bűnnek a pozícióját bennünk. A bűnnek a halálos döfést pedig a kegyelem adja meg. Az Isten kegyelme. De most ezt majd jobban kifejtem. Érdekes dolog, hogy amikor az ember elbukott, és Jézus Krisztus pontosan látta, és pontosan tudta, hogy mi lakik az emberbe, amikor elbukott az ember, egyszerűen a bűn ereje bejött az életébe, hogy a jó és a gonosz tudásának a fájáról evett, és az élet fájáról már nem mehetett. Mert tudjuk, hogy az egy katasztrófa lett volna, hogy örökre bűnbe kellett volna élnie. És a jó és a gonosz tudásának a fája mindenképpen a törvény, ami megmutatta, hogy mi a bűn benne. De a bűn nem tartozott eredetileg hozzánk, ez egy céltévesztés. A céltévesztés pedig az, hogy nem Isten szerint gondolkodunk, nem Isten szerint járunk, nem Isten szeretete motiválja a bensőnket, hanem a félelem. A félelem és a rettegés és a szégyen és a kárhoztatás. És most foglalkoztam egy picit a templom újraépítésével Esdrás Nehémiás idejében, amikor babiloni fogságban jönnek vissza, és a főpap ott áll szennyes ruhába, a, az Isten előtt, és az ördög vádolja őt. Vádolja őt, és ö, kárhoztatja őt, mert igenis, hogy egy csomó bűnt elkövettek, egy csomó rossz döntést hoztak, még a gyerekeiket is feláldozták a mólóknak, amikor elvitték őket babiloni fogságba. És amikor ö, vádolja őt a sátán, akkor az Isten azt mondja, hogy nem. Adjatok rá tiszta ruhát. Ö, ö, teljesen adjatok rá koronát, adjatok rá megigazultságot, szeretetemet, mert én nem ezt szerint akarom újjáépíteni Jeruzsálemet, hanem a kegyelem szerint, amikor a bűneiről nem emlékezem meg soha. És az álnokságait nem rovom fel. És így kezdődik a templom újjáépítése, hogy Isten leveszi a szennyes ruhát, az Isten veszi le a szennyes ruhát, és nem Józsó a főpap, ő egy szennyes ruhába volt, amiben képtelen volt, mert tele volt feszültséggel, nyomorúsággal és kárhoztatással. Figyeljetek ide! Én nem akarok most hogy sokat prédikálni, hanem valami a lényeget szeretném egy kicsit boncolgatni, mert hogyha a lényeget megértjük, akkor akkor utána nem csak, hogy a kereszténységünk változik meg, hanem a magánéletünkbe megváltoznak dolgok, és Isten ereje hatalmasan kiárad. Mert erre vágyódik mindegyikünk. Higgyétek el, hogy az Úr hatalmasan kiáradjon. És ennek akadálya van. Az akadálya pedig a mi rossz hitünk. A mi kárhozottságba való életünk, a mi félelembe és a szédülésbe, a mélységbe való tekintetünk. És amikor felfelé nézünk, az Istenre nézünk, akkor elmúlik ez a félelem, és akkor valami képességet kapunk arra, hogy győz, győz, győzelembe tudjunk járni. Egy régi barátomnak a levelét szeretném egy kicsit csak felolvasni, csak azért, hogy, hogy érdekes módon hatnak a dolgok. Szia, ez! Rövid leszek. Hallgattam a Babilon prédikációját, itt ezt a szennyes ruhát, amit mondtam, Babilonból való kijövetel nem azért, mert óta gondoljaim vannak az egészségemmel, és most Isten beszédét akarom hallani, velem akkor te és Iván a szeretet Istenét ismertettétek meg. Ö, bocsánat, ez a... Te és Iván a szeretet, nem, és ezt... A mondandóm lényege, a prédikációd végén beszéltél a mostani bizonyságtételedről. Ma voltam reggel a kórházban, az egész bérrendszemet altatásban megnézték. Hetek óta rettegek. Két hete nem eszem, csak egy doboz kefirt naponta, hiszen a széklet nem távozik belőlem. Anyám bérákban halt meg. 12-én rettegek, és hallgatom a prédikációt. Én így teszek bizonságot, mondod, és mire a végére értél, olyan lelki békén volt, hogy ma reggel úgy feküdtem az altató orvos keze, keze, alá, hogy olyan belső nyugalommal, hogy ilyen nem sűrűn tapasztaltam. Mert eddig azt gondoltam, bűnös vagyok. Még ha úton útfélen bizonyságot teszek is Istenről, akkor is elválaszt tőle a bűn. Pedig tudom, hiszem, rémába kaptam annak idején, enyém vagy, megváltottalak, a neveden szólítalak, ott volt a félelem, ami egy másik predikációban volt téma, de ez, hogy elvégeztetett, az most érintett meg igazán. Nem a haláltól féltem, attól, hogy esetleg rákos, kivart végbélel kell élnem. És mondtad, Uram, nem tudok imádkozni, csak ölelj Nem éreztem semmit, de félt lelem nélkül. Kapcsolat, kapcsoltam ki a gépet, és reggel mentem a ismeretlen felé, úgyhogy én már 2000 éve egészséges vagyok. Protekcióval kerültem az uzsokiba az egyetemi docens, aki vizsgált, és az altatorvos, az asszisztens mind úgy kezeltek a barátuk barátja. A lényeg, semmi bajom, ami miatt nincs széklet, csak nehezen az minden 60 körülénél előfordul. Hát ennyit még engem is szeret az Úr, és vigyázz rám, és saját tempomba Faragja le a baromságaimat, és alakít normálissá, szeretettel ölellek. Öh, gyerekek, szóval az, amikor az elszúr dolgaid elkezdik a torkodat öh, folytogatni, amikor, amikor egy csomó bűnöd előjön, és vannak megkötözöttségeid, amitől még ma sem vagy szabad. Akkor az ezzel való foglalkozás és az erre való koncentrálás teljesen tönkretesz téged. És olyan mértékben alkalmatlansági érzést hoz a szívedbe, hogy nem tudsz hinni. Amikor a... Bocsáss meg, ne haragudjatok, zavartok komolyan. Tudom, jó, de, de nem, elmegy, nem, nem, bírok figyelni, tehát semmi probléma. Menj hátra, kapcsolt ki, nem baj, akkor valakit megkész és kikapcsolja. De, tehát amikor, amikor megnyomorodik az életed a bűneid miatt, ami, amit nem te szereztél, hanem örököltél Ádámtól, amit nem, 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 és igen, nem tudsz ekkor már hinni. Azért nem tudsz hinni, mert itt a test cselekedeteiről, amikor szó van, akkor ez belőle jönnek. Itt ide le van írva. Ezek a test cselekedetei, és nem véletlenül soroltam ide még az aggodalmaskodást is, mert azt mondja Jézus, ne aggodalmaskodjatok. Na most amelyik hívő parázna, azt kizártuk a gyülekezetből. akik meg aggodalmaskodik, azért meg imádkozunk, hogy szegény. Pedig ő is ugyanolyan testi. De mondok, to tovább megyek, aztán majd visszatérek a, a megoldásra, meg amiről egy kicsit beszélni akarok. Az is testi, amikor valaki test szerint, testből akarja a szent szellemnek a gyümölcsét megteremni. Tehát jó emberré válni. Amikor te megtértél, akkor nem úgy tértél meg, hogy hogy a, a bűneidet elhagytad. Nem úgy tértél meg, hogy megváltoztál, nem úgy tértél meg, hogy úgy jöhettél Istenhez, ahogy vagy, szennyes ruhába. És ő új ruhát adott neked, és ez az új ruha az a Szent Szellem. Amit az Ermi múltkor prédikált, az egy nagyon érdekes és nagyon megragadott engem, hogy nézzük meg a szentek igazságos cselekedeteinél. Nincsen cselekedet, hanem megigazultság van. Dikaios színei szó van, ami azt jelenti, hogy a szentek igazán válása Krisztusban hitáltal a fehér ruha. Amikor a mennyegzőre bementek, akkor aki nem volt mennyegzői ruha, azt kirakták onnan nem azért, mert ők jobbak vagy rosszabbak lettek volna, hanem azon a mennyegző mindenkit felöltöztettek, úgy jöhetett be mindenki a mennyegzői ruhára. És ezek nem öltözték fel azt, amit Krisztus adott. De amikor amikor a testi dolgokról beszélünk, tudta jól Jézus, hogy nem lakik semmi jó az emberben. Te is magad is tudod, hogy nem lakik semmi jó benned. Amikor, amikor jó emberi akarsz válni és azt gondolod, hogy hogy a kereszténység arról szól, hogy te jó emberré válj, akkor tévútra mentél. Akkor törvényes ember lettél, és nem csak a körülmetélkedés, a törvény, meg nem csak a mózesi tiszparancsolat, parancsolat, hanem minden parancsolat, az új szövetségnek minden igéje is törvényé válik az ember életébe, ami teljesen tönkre teszi. Teljesen tönkre teszi, mert nem tud megfelelni, mert nem tud megváltozni, mert nem tud kijönni ebből, és minél jobban küzdködik egy-egy hibája bűne ellen, annál jobban megerősödik benne a bűn. Mert annál jobban hisz benne abba a rosszba és abba a gyengeségbe, ami, ami őt körülveszi. Amikor egy ember meg tud változni, az akkor történik meg, amikor egy olyan hit jön az életébe, ami felfelé kezdi őt nézetni. Hogy egy olyan hit, ami, ami nem a bűnei szerint beszél vele, nem a gyengeségei szerint, nem az elrontott dolgai szerint, hanem Isten szerinti bemutatása az életének. És amikor, amikor megérti az ember, hogy, hogy, a Szent Szellem gyümölcse, és itt egy szó van gyümölcse, az pedig ugye szeretet, öröm, békesség, stb. 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 Az ilyenek ellen nincs törvény, így mondja az írás. Tehát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor jön a Szent Szellem, és a Szent Szellem által elkezdesz tudni élni, akkor te egy más ember leszel. És itt a Galata levél végén azt mondja, de a lélegne igen, az ilyenek ellen nincs tőle, akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették. Szoktam prédikálni esküvön, meg temetésen is, temetésen az életről prédikálok, esküvön pedig a halálról. Ez így van. Ez így van, gyerekek. Tudjátok miért? Mert az a férfi vagy nő, aki a házasságból az ő megvalósulását akarja, hogy ő boldog legyen, hogy ő, ő kitejesüljön, az el fogja veszteni az egészet, és veszekedni fog állandóan, mert, mert mindig az igazságát keresi. De az a férj és az a feleség, aki meghal a másikért, az boldog fog lenni. Engem Isten ezen az úton járat. Őt sokan nem bocsátották meg nekem, hogy olyan gyorsan megházasodtam, hát úgy mondanám neki, hogy cseréljenek velem helyet. Öt neveletlen gyereket, akik ráadásul egy kicsi, kicsit sznobok is. Úgy vedd föl őket, szeretedbe. Semmi más nem tudsz. Vagy szereted őket, és meghalsz magad számára, vagy pedig elítéled őket teljesen jogosan, és akkor jön a háború. Jön a háború, jön a keserűség, jön a civakodás, amit itt a Galata levelében is, amivel elkezdi, azt mondja, csak föl ne fajátok már egymást. Ne hülyéskedjetek. Ők is elkezdtek törvénykezni. Elkezdtek veszekedni. Elkezdtek mondani, ki Pálé, ki Apolósi, ki, kinek megy jobban a kocsi, ki szabadult meg több mindenből, ki a tökéletesebb. És egyszerűen azt mondja, hogy figyelj ide, ez az egész, ez egy testi vonal. A testedet keresztre kell vinni. És amikor azt mondja Jézus, hogy ved, mindenki vegye fel minden nap a maga keresztjét, azt szoktam mondani, hogy az nem az anyósod, a te kereszted, nem a betegséged, nem a gyengeségeid a te kereszted, hanem a te kereszted önmagad, a te testi embered a te kereszted. Amikor amikor a... most mondok egy példát. Én amikor nagyon beteg voltam, és több gyógyszerre ráállítottak, ugye ez a pánik szindróma miatt, akkor 105 kilos jó nagy darab ember voltam, és mondták is, hogy kareszkám legalább látnak, amikor prédikálsz. És, és igazából ez a panik szindróma, ez egy nagyon veszélyes játék volt, mert nem volt szervi oka. De viszont, hogyha nem gyógyul meg az ember, akkor agyvérzést kaphat, infartust kaphat, stb. 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 Tehát szervi, szervi lehet. És a gyógyszerek nem gyógyítottak meg engem, és éreztem, hogy nem jó, és akkor, akkor kezdtem el futni. Ma is futottam, mielőtt ide jöttem, 8 kilométert a naplástavat körbefutottam, utána 40 fekvőtámasz felül, és leizzadtam, lezuhanyoztam. És a testem kiválóan érzi magát. Ugyanis a tested ma krémest akart zabálni. Ez az igazság. Ez az igazság. És a tested, a tested meg akar sértődni a tested bosszút akar állni. A tested paráználkodni akar. Semmi baj, gyerekek, ez van. Semmi baj. Még, most meglepődsz? meghívő vagy? Hogyan már? Hogyan már, gyerekek? Nem az a baj, hogy a te tested milyen, hanem, hanem a baj, hogy ebből ki kell szállni. És a kiszállásnak a módja, az nem a törvény. A kiszállásnak a módja nem az emberi erő. A kiszállásnak a módja nem a te elhatározásod ilyen módon, hogy jó leszel. A kiszállásnak a módja a hit. A hitben való járás és Jézus Krisztus elvégzett munkájába való hit. Ez a, ez a barátom, aki itt írta, azt mondja, most jöttem rá, hogy elvégeztetett. El van végezve a te bűneidnek a megbocsátása mindenképpen. Amikor elkezdünk szellembe járni, le kell zárni ezt a kiskorúságot. És a kiskorúság arról szól, hogy te bűnös vagy, vagy nem vagy bűnös, vagy mennyire vagy bűnös, vagy Istenem, a másik mit csinált, vagy mit nem csinált, vagy hogy van. Amikor a lányom kiköltözött Belgiumba, nem Belgium, Norvégiába a barátjával, akkor jöttek hozzám a gyülekezetből, hogy te együtt lakik a, a fiúval, és akkor most mi ez? Megengeded lelki pásztornak a lánya parázna? És mondtam, ne haragudjatok, én nem akarok a lányomnak a paráznaságával foglalkozni. Én akarok a lányomnak, a tisztaságával foglalkozni, hogy bizok abba, hogy Isten vezeti őt, és hogyha elesik, kijön minden bűnéből. És ekközben az én lányom nem csak, hogy összeveszette ezzel a fiúval, hanem olyan nyomorúságba élt, újságot hortak éjszaka, hogy sírva horta az újságot, és életében nem került olyan közel az Istenhez, a paráznaság közepette, mint annak előtte, amikor gyülekezetbe járt, és úgy mond, semmi baj nem volt az életébe. És én akkor rúgtam volna, ki a gyülekezetből. És én akkor bélyegeztem volna meg, amikor ő közel került az Istenhez. Mert miért került közel az Istenhez? Mert nyomorúságában fölfelé nézett. És ebbe a nyomorult állapotába az Isten nem vetette meg. Most is mondom nektek, hogy az Isten a bűnösök barátja. Ezt nem változtatta meg ezt a státuszát. Nem jöhette úgy. Nem jöhetsz te úgy sem magadhoz, se a másikhoz, hogy a bűneink keresztül. Azt mondja itt a Zakariás könyvében csak egy, egy rövid kis ige, hogy ö, olyan, olyan szép, ö, csak úgy megérintett. Özvegyel és árvált jövevényt és szegényt meg ne sarcoljatok. És egymás ellen még szívetekbe se gondoljatok gonoszt. Ez a Zakariás 7.10. Hú, Istenem! Most ugye elég nehéz e, dolgokon mentem át. Az elmúlt három év nehezebb volt, mint az az előtti három év, amíg a Mária tápoltam. E, és felhívtam most a Máriának a bátyját, mert valami rendezvényre hívtak, és úgy tudatták velem, hogyha lehet egyedül menjek, mert ugye a Mária után a katát annyira nem tudják elfogadni. És szólt nekem az Úr, hogy nem mehetek a feleségem nélkül. Akkor inkább nem menjek, de viszont nem, nem lehetek szeretetlenség. És felhívtam őket, és érződött a hangjukból, hogy engem elítéltek. Érződött a, a beszédből, hogy a szívükbe rólam rosszat gondoltak. Figyelj! Ez valami félelmetes dolog a hit, amikor beengeded a szívedbe a rossz gondolatokat, az a testedhez köt hozzá, és amikor másokról rosszul gondolkozol és rosszul beszélsz, az bizony a másikat az ördöghöz akarja kapcsolni. A keresztényeknek a lényege az, hogy kiszálljanak a kárhoztatás szolgálatából, kiszálljanak a vádlásból, kiszálljanak a bűnközpontuságból, kiszálljanak a vesztes pozícióból, és belépjenek az Isten országába. Amikor Isten országába belépünk, amit Jézus is belépett, akkor azt mondja, Zakeus, ma este nálad vacsorázom, nem érdekel, hogy hol tartasz. Amikor az Isten országába belépünk, akkor azt kérdezi, hogy hol vannak a vádlóid, és körülnéz az asszony, és azt mondja, nincsenek. Amikor Isten országába belépünk, akkor a nő, aki addig szégyenébe elbújdokolt és délbe ment vizért, befut a városba és elkezd evangelizálni. Amikor Isten országába belépünk, akkor lehull a bűnnek, és a mocsoknak, és az egész bűvkörnek az ereje. Nem lehetséges, hogy ekkörül ö, döngítsélünk, mint a, a darázs a, a méz körül. Mert ez a, ez a tudat teljesen leszedálja az agyunkat, és megfoszt bennünket a hittől. És ö, amikor mostanában... Ö, na, egy, egy hitharcba vagyok, én magam is benne, és én, én nekem most nem a paráznasággal kell harcolnom, vagy nem, nem a hűtlenséggel, vagy, vagy nem a, a haraggal, hanem a, a sértődéssel. A sértődéssel és azzal, hogy, hogy, hogy engem a feleségem egy istennek tartott, a régi házasságomba, és mindent megcsináltam, amit mondtam, és egyszerűen mondták, is, keresztelj, olyan király vagy, hogy ilyent még nem láttunk, hogy így szeret a feleséged téged, pedig azért téged nehéz szeretni. Na most a Kata az nem tart királynak, apám. Így nézek, hogy ezt nekem mondták, most a Kubinyinak lehetetlen. Megszólal a fiam. Apa, ezek a gyerekek, hogy beszélhetnek? Hát te agyon vágtál volna bennünket? A fele ennyiért? Hova jutottál, apám? Hát én, figyelj, én orvosi ló vagyok, úgyhogy hívhatok ló Károlynak is, tehát talán adhatjuk ezt a címet a prédikációnak lókáról. Hát legyen egy kicsit humoros, hogyha már humoros, érted? Miért? Miről van szó? Ez a testem. Ez a testem. Ha te meghalsz, és meg lehet halni. Na nem úgy, nem kell öngyilkosnak lenned, ne hülyéskedjél már. Meg lehet halni úgy, hogy azt mondod, így mondja a Pál, hogy pofán vágom magam, állütést adok magamnak. Hogy azt mondom, hogy nem engedem ezt a gondolatot, ezt az érzést, ezt a. nem engedem, hogy el, eljusson a szívemig, hogy a szívembe egy kemény. Tudjátok, milyen, amikor megjelenik a keménység a szívbe? Rettenetes. A tekinteted olyan lesz, mint a kígyóé. Üveges. Ismerős, nem? Hát ez az emberek vagyunk. Igen, amikor a tested elkezd uralkodni, az tönkre téged. Hogyha én nem futok, gyerekek, ez a test magas vérnyomásba fog szenvedni. Agyvérzést fog kapni. Meg, még minden baja lesz. Meg pánik szindrómás. Ami ott a futok, nincs pánik szindrómám. Jó, jó, nem, nem könnyű 8 kilométert végigfutni vasárnap, meg holnap. Nem könnyű, nem könnyű a testedet keresztre feszíteni, de a testedet nem szabad megjavítani. Ne is, ne is próbáld meg! Ne is próbáld meg. Ne próbáld meg, ha meg, megpróbálod egy életed rámegy, és a végén teljesen nyomorult, vallásos, ilyen. Bocsánat, hogy élek, és borzasztó vagyok egyébként. A kereszténységnek a bizonságtétele az, hogy milyen szar vagyok. De nem így kéne, hogy legyen. De nem így kéne, hogy legyen. De nem így kéne, hogy legyen. A takácsony megkérte, hogy hogy mibe változott a tételem? Hát a bizonyságtételem óriásit változott. A bizonyságtételem nem arról szól, hogy te bűnös vagy, és térjél meg, mert akkor ma Jézus szeret téged. Hanem a tételem 180 fokot megfordult, amikor azt mondom, hogy Jézus szeret téged bűnös létedre, és megbocsátott minden bűnödet, és elvégeztetett. Vége van! Fel vagy szabadítva! Gyere be! Ez az örömhír! Gyere be! Gyere be, és akkor megtapasztalod ezt az áldást. Nincs feltétel. Nincs semmi, nem kell fizetni érte. És ö, olyan érdekes, hogy valóban amilyen nem kell fizetni, azt az emberek nem nagyon akarják elfogadni. Én már mondtam ezt a példát, de ez megtörtént, hogy galériámban néha-néha jótékonykodok. Már csak úgy, hogyha szól a Szent Szellem, akkor odadok valamit érte, csak úgy. Jött egy valaki, és mondta, hogy ilyen kép, ez nagyon kellene neki, de nincs ennyi pénzem. Mondom, leakasztottam, itt van, majd, vigyel. Letette a képet, és elkezdett futni. Nem kell a kegyelem az embereknek, mert büszkék. Nem kell a kereszténységnek a kegyelem, mert ők adakozni akarnak még egy kicsit. Na, adakozzá, nem arról beszélek, érted? Gyüli bejárni, adakozni, Bibliát olvasni, húzni a mal malmot, érted? De de testből, amikor testből csinálod ezt az egészet, beleroppansz, büdös leszel, mint állat. Mert megizzadsz. De amikor Isten szelleme szerint, akkor meg jó illatú leszel, a az illata kezd el érződni rajtad. Könnyedén. Mondok egy példát. Szeretnék, én, félje, én ezt a bűnkérdést lerjezneztem, nem, nem akarok vele foglalkozni. Mert tudom, hogy bűnös vagyok. Tudom, hogy ha nem szellembe járok, akkor a bűnbe fogok járni. Tudom, hogy a testemet nem Vágom pofán, akkor uralkodni fog rajtam. De nem elég a testet pofán vágni, el kell kezdeni a szellembe járni. Mert ez a kettő együtt történhet meg. Mert az kevés, az kevés, hogy mértékletes vagy, és elhiszed magadról, hogy mértékletes vagy. Mert az vagy Krisztusban. Krisztusban szent vagy, tökéletes vagy, megváltott vagy. Krisztusban egyszerűen szerelmes fiú lettél. Krisztusban ö, megkaptad a, a, a szellemet, az Istennek a szellemet, és stb. 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 Egy csomó mindent. De. Múltkor, ugye, ilyen járója ember lettem, mert az, az, új családom, ez moziba jár állandóan. Tehát én is moziba járok, tehát szombaton állok a dugóba, és megyek a pláza 1-2-3-ba, ahova soha nem jártam. Ott ülök, és arra gondoltam, hogy hogy kerültem én ide? Hát úgy, hogy Isten szolgája vagyok, érted? És orvosi ló, ugye ez a címe. Lókáro, igen. Nem jó Károly, hanem Ló Károly. Na, végre bejutunk az Aréna plázába, ahol azt kell lesnem, hogy kijön szatyorral a kocsia felé, hogy be tudjak parkolni. Érted? Mert nincs parkolóhely. És akkor így sunyogok, és látom, hogy az a felé, a kocsi felé megy, és akkor úgy helyezkedek, hogy én beparkoljak. Na ezért imádkozok, érted? Ezért imádkozok. Na egy ilyen délután után hazamegyünk, a kisebbik fiam, a kilenc közül a legkisebb, bár az én gyerekeim kikérték, hogy apa neked csak négy gyereked van, nem, na mindegy, hagyjuk, ez is egy borzalom. Mozaik családba élni, őszinte részvétem, én is abba vagyok. Tehát, akinek Isten nem véletlen mondja, hogy ne váljál, apám, ha jó akarod lenni, hogy jó dolgod legyen, maradj nyugton, ott, helybe, én nem azt mondom, hogy nem szabad elválni, hanem azt mondom, hogy nagy hülyeséget csinálsz, ha elválsz, mert egyre rosszabb lesz. De hát, ha valaki nem akar annyira boldog lenni, akkor váljon el, menjen tovább, aztán akkor szenvedni fog. De bennybe attól még bejutsz, tehát azért, és komolyan mondom, hogy ez elvált emberek is bemennek a mennybe, csak sok sanyarúságon kell átmenni ők. Többön úgy egyébként, mert a bűn önmagában megbünteti az embert, nem az Isten. Na és aztán hazaérek egy ilyen Kirándulás után, ahol még shoppingolni is kellett, és ilyen bikineket nézni. És akkor Tomika megszólal, a kicsi Tomika, hogy hát a barátjával most írt, de, 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 ott voltunk a szomszédban, de most a másik végén van a városnak ez, ott keresztben megy, nem is megy arra a busz, másfél óra lenne. Szól nekem a Szent Szellem, hogy Vidd el! hát mondom, uram. Hát de éppen, hogy csak túléltem ezt az egészet. Én... szombatonként nem, nem ilyeneket szoktam csinálni, érted? Jó, mondom, uram, elviszem. Elviszem, és egy barátomnak a ház előtt megyek, mondom, te látod, itt lakik a barátom, de rá is csörgök, hogy itt jövünk a ház előtt. Rácsörgentettem, azt mondom, ez de jó, hogy hívtál, ma este van egy program, amire van két uh, VIP jegyem. Eljönnétek a katával, mondom, igen. Na most figyeljetek ide, amikor a Szent Szellem ben kezdesz járni, akkor megnyílnak olyan dolgok, hogy izgalomba jössz. Akkor nem a testeddel foglalkozol már, hanem egy áldásba kerülsz bele. Amikor meghalsz, az nem probléma. A probléma az, amikor még mindig élsz. Annyira élni akarsz, hogy erősen meghatározod a környezetedet, mint én. Iván szoktam mondani a barátom, Kareszkán, te egy olyan bazi nagy tölgyfa vagy, hogy alattad a fűsen öl. <Szorítan> nehéz. Ez nehéz. Tehát saját magamnak vagyok nehéz. Tehát én nem az ördöggel harcolok, az már le van győzve. Ki van nyugvasztva, föl van akasztva, ott lógértet szárítják éppen. Magaddal van a baj, gyerekem. Magaddal. A test, a test növekedni akar benned. A testnek az indulatai. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire sértődős vagyok. Én nem gondoltam volna, hogy, 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 mennyire nincsen benne alázat. A testemben nincs alázat, ilyen büszke, nemesi kubinyi voltam. Kutya bőrös. És lóbőrös. Na. És amikor jön a sértés, érted, és az új lányom ott kiabál velem az utcán, miközben én költöztetem. És ott állok az utcán, érted, a Práter utcába. Ott néznek rám a romák. Hogy engedheti meg ez a fehér Vajda, hogy egy ilyen gyerek ordítson vele? Leszáll a csendesé, besötétedik az agyam, és a testem elkezd növekedni. Ilyenkor szokott az ember káromkodni. Meg olyanokat csinálni, ami nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És akkor, akkor derül ki az, hogy nem az a probléma, hogy mennyit jártál gyülekezetbe, hanem az a probléma, hogy még mindig nem tudod a testedet kezelni. Az a probléma, hogy még mindig nem tudod az indulataidat uh, kordába tartani akkor derül ki, hogy még mindig az apáitól örökölt életben akarsz tovább élni, és azt akarod megszépíteni. Na most mondok nektek egy példát. Tudom, hogy már mondtam, de olyan szép ez, nagyon tetszik nekem. Amikor a disznót megfürdetik, heden sordes samponnal megmossák, hogy ne legyen korpás a bőre, kicsit kihidrogénezik a szőrt rajta, hogy ilyen dizájnos legyen, és egy zsivanzsi, zsivanzsi, a szavval azzal, tehát azok is vannak, érted, ne, itten, nekem most is. Én ilyen izét kapok most, tehát ilyent kell használnom, tehát ilyeneket soha nem láttam, ez valami boss, igen, boss. Állítólag ez a hídgyűlisek, hídgyűlisek, kedvenc. Tehát... Főnök, jó, tehát ez, ez csak azért, hogy a kenet, tehát... Tehát, kérlek szépen, amikor a, a disznót be, benyomják ilyen kis finom parfümmel, a probléma az, sétálsz vele gyönyörűen, érted? Május elsőjén felvonulsz vele, és amikor meglátja az első pocsolyát, vége van mindennek, belemegy, röfög, és jól érzi magát. És elképesztő, hogy te is ilyen vagy. De ez az igazság. Ha te nem látod meg, hogy ilyen disznó vagy, akkor még mindig nagy bajba vagy. Ha te még nem láttad meg, hogy minden bűre képes vagy, akkor még mindig nagy bajba vagy. Összetörté, hogy káromkodta, anyám, te még csak itt tartasz. istenem. Nem ez a probléma. És amikor megérted, hogy nem ez a probléma, hanem Isten, bocsássatok meg, de ezt a fajta disznóval nem akar foglalkozni, az óbor az ótömlőbe való, az újbor pedig az újba. Téged megépít az Isten. És meg akar építeni. És a törvény azt akarja, hogy foglalkozz a bűnnel. Az Isten pedig azt akarja, hogy foglalkozzál a bűntelenségeddel. Krisztusban új teremtés lettél, bűntelen lettél. Krisztusban, bocsánat, de macska, te ha, ha nézzük, macska természetet kaptál. A macska, ha belevágod is, úgy ugrik, hogy bele ne essen a pocsolyába. Nem akar beleesni, mert taszítja, mert nem stimmel. Hát képzeld el, Krisztusban ilyen vagy. Amikor a szellem gyümölcsét felolvasom, akkor tudnotok kell, hogy ez igaz rád. Nem csak a rosszak igazak rád, amit megtapasztaltál az életedbe. És engem nem érdekel, hogy hol tartasz. Engem nem érdekel, hogy milyen bűntört még. Engem az érdekel, hogy rá kellene fókuszálni a fönt, a mennyre, ami Krisztusban lettél. Hogy igenis, hogy igenis, én meghaltam a Krisztusban, és már nem én élek, és nem akarom, hogy én éljek, mert amikor én élek, ott kö kövön nem marad. De amikor Krisztus él bennem, akkor bocsánat, de mindenki. Mindenki megtapasztalja. Olyan érdekes, hogy van egy szomszédom, most majdnem elhoztam, ilyen, ilyen bizonyságtételen bizonyságtételem még nem volt. Ő jött oda, hogy foglalkozzak vele. világ. Megfordult az élet. Miért? Mert egy olyan szeretetet, egy olyan krisztusi, nem tudom, illatot érez, amikor mondja, hogy bajba vagyok, Karesz. Szükségem van arra, hogy te segíts, mert én tudom, hogy te tudsz segíteni. Amikor, amikor elkezdünk, elkezdünk menni, és uh, már múltkor elprédikáltam, de az Ervinnel ott voltam a Szécsényibe, és ez egy nagyon érdekes dolog volt. Itt beugrott egy olasz a vízbe, és a, mindenki vizes lett. Mi is, már a haja, a haja, haja, tudod, a nőknek a haja nem mi, hanem hát mi vizesek lettük, észed vizes. És az öreg asszonyok elkezdtek ott nem messzem tőlünk. Mondjuk az én feleségem is egy picit. Ott volt mellettünk, annak is nem lehet a haját a vízbe rakni, Na, de hagyjuk ezt. Nem értem, de majd egyszer megértem. Tehát. És akkor, akkor elkezdett egy ilyen feszültség kialakulni a test. És a szidott, magyarul ez a, az öreg asszony szitta az anyját, meg a minden a te fajtán, már faj, faj, fajta is előjött, hogy milyen fajta, hát mit, mit, mit. Olasz volt, érted? biztos azt gondolta, hogy cigány, vagy nem tudom, de hát tehát ez, a, ez, az antiszemita okádék jött a néniből. Tehát már nem vízről volt szó má, érted? Hanem megjelent a sátán. És akkor kiderült, hogy egy-két szót tud angolul is káromkodni. Na most ezt megértette az olasz, és vérbe forgó szemmel jött. Ott tudtam, lehetett tudni, hogy itt baj lesz. És akkor képzeld, a Szent Szellem megérintett engem, tényleg megérintett, oda mentem az olaszhoz, átüleltem, és mondtam, ám sorry. Csak ennyit tudok, de ez perfektül mondtam, tehát... <tosz> <tosz> képzeld el, hogy bekönnyezett a srác, elment a néni, abajta a kiabálást, leszállt a Szent Szellemnek az ereje, mert igenis, gyerekek, ez a fajta erőtér sokkal erősebb, mint a bűnnek, a haragnak, a bosszúállásnak, az antiszemitizmusnak, meg ennek az egész mocsoknak, amit hömpölyök körülöttünk, az ereje. De nézzétek meg, bújtogatnak bennünket. Bújtogatnak bennünket, hogy pártoskodjunk. Hogy mondjuk ki, hogy ez szemét, az meg mocsok. És senkinek ne higgyél. És és hogy, 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 egyszerűen a testi embert előhozzák a keresztényekből is. De a kereszténység az nem vallás, az nem kultúra, és nem pénz, hanem a kereszténység az a hitről szól. És képzeljétek el, nem lettél jobb ember senkinél se, hanem egy a jó az Isten. És maga Jézus is azt mondja, hogy figyeljetek ide, nem mondjatok engem jónak, egy a jó az Isten, nem kell itt. Én azért vagyok egyébként jó, mert az Isten dolgait cselekszem közöttetek. Semmit nem teszek magamtól. Ha el tudnánk jutni oda, hogy a testedet lehiggasztanád, és azt mondanád, hogy nem szeretnék ebbe az új tömlőbe belőled semmit, hanem ebbe az új tömlőbe szeretném a Szent Szellemet újra és újra behívni, ahol én béketűrő vagyok. Ahol én hosszú tűrő vagyok, ahol én, én, én tele vagyok jósággal, tele vagyok örömmel, bizalommal, szeretettel. Nem félek, nem rettegek, nincsen bennem szorongás. Ebben az új természetben teljes bizonyosság van, hogy az Istennek a szerelmese vagyok. Hogy belém szeretett az Isten, és én szerelmes vagyok az Istenbe, és ebben kezdek el járni, akkor képzeljétek el, Pál mondja, újra kell gyerekek benneteket szülni, mindaddig, amíg ki nem ábrázolódik bennetek a Krisztus. Tehát nem azt mondja Pál, hogy újra kell nevelnem benneteket. Újra kell születnetek szinte, mert elfelejtettétek ez az újjászületésben, hogy mit kaptatok. És ebbe való növekedést elfelejtettétek. És én tudom jól, hogy amikor a a, amikor én, én elkezdek így, így lenni, múltkor szólt a Szent Szellem, nagy bagázs volt ott nálunk, és akkor a kupac, halom, edény, tányér, maradék, hogy nem lehetett látni a konyhát. Szólt a Szent Szellem, hogy ezt mind te fogod elrakni. Távolztam, sátán mi. Várjál, várjál. Most már. Öreg vagyok, és kezdem megismerni a Szent Szellemet. De nem, még nem nagyon ismerem. Csak szerettem volna sokat dumálni róla. De nem ismertem. Ismertem a betűt, meg a tanításokat, meg a hülyeséget, meg a vallásosságot. Mondom, uram, ha te mondod, ez jó lesz nekem. Felálltam, mondom, senki semmihez nem nyúl, makarcsi takarít. Ti csak legyetek. Érezzétek jól magatok. Nem akarták elhinni. De mi lett a következménye? Ez vasárnap este volt. Elkezdték kérdezni, hogy mit prédikáltál. Miről volt szó, hogy te ilyen jó lelkületben vagy? A gyerekek. Ugye mi le akarjuk nyomni az evangéliumot? De nem kell. Ésséget, szomjúságot kell, hogy, hogy teremtsünk valahogy olyan vágyat, hogy, megérjünk. meg, megér, hogy ez az ember, aki nem is tartozik ebbe a családba, egy jövevény, itt van és elkezd szolgálni. És azt mondja Jézus, igen gyerekek, én, az Úr és a Király, igen, most letérdelek előtted, és megmosom a lábad, és igenis szolgálok, de nem csak szolgálok, meg fogok halni érted olyan kinhalált, amit el se tudsz képzelni, mert minden bűnt, minden betegséget, minden átkot átélek magamba. Annyira szeretlek. És olyan örömmel pakoltam el, hogy teljesen betöltött a Szent Szellem öröme. Teljesen ott volt az Istennek a jelenléte. És az egyik legszebb estén volt. Mert nem én akartam élni. Mert nem, 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 nem akartam. Figyeljetek ide, annyira, annyira sok mindenben jó dolgunk van, hogy nagyon sokszor elrontjuk azzal, hogy hálátlanok vagyunk. Ezért is mondja az Isten, adjatok hálát. Hogy emlékezzünk meg már, mennyi minden jót kaptunk. Most akkor tényleg egy költöztetés? vagy egy beszólás, vagy egy rakat edény, vagy egy kis, kis kellemetlenség, vagy kényelmetlenség fejreállít bennünket, tényleg? Figyeljetek ide, ez a hely, ahova mi járunk, az Isten nevébe. Fel kéne, hogy robbanjon attól, amit hétköznap élünk a Szent Szelem által. Komolyan mondom. És amikor itt ide jövünk, akkor csak tudjuk, hogy áldjuk őt, mert olyan dolgokat végzett közöttünk, és higgyétek el, hogy ez az egyetlen lehetőség. Hogy téged a Szent Szellem elkezd vezetni a munkahelyeden, a családodba, a magánéletedbe, a vállalkozásodba, mindenhol. Akarja bemutatni az Isten országát a Szent Szellem. A Szent Szellem ö, meg akarja termi, teremni a gyümölcsét az életedbe. És ez a gyümölcs, ez valóban olyan, hogy fogod tudni áldani azt, aki téged átkoz. Ez a gyümölcs valóban olyan, hogy fogod tudni szeretni azt az embert, aki téged gyűlöl amire egyébként természetbelileg képtelen vagy, és ezért ne is próbáld meg. Ne is próbáld meg. Itt mondja a Galata levél elején, és akkor be is fejezem, a Galata levél elején mondja, hogy elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazolni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a szellem által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés sem nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. És itt végig a szeretet, itt végig, és az igazság is, ez megigazultságot mondja, a szeretet pedig az agapé, amivel te nem rendelkezel a testedből. A testedből nem rendelkezel megigazultsággal. A testedből nem, nem rendelkezel agapé szeretettel, csak. Fileó szeretettel rendelkezel, ami megtagadja Jézust. Megtagadja Jézust, amikor jön a nehézség, a félelem, a sötétség, mert a sötétség órája, a sötétségben van a erő, és a sötétségnek nagyon nagy ereje van, ami a testi erő, az kicsi hozzá. De amikor ez a Feri barátom is, aki írta ezt, a, a kórházba ment és meg, meg könnyebbült, mert tudta, hogy el van elvégeztetett, és nem a bűnei szerint bánik vele az úr. A sötétség nem tudta elérni a szívét. Mert Isten sokkal nagyobbat ad neked. Sokkal nagyobbat ad neked, és... Ö, valami példát akartam még mondani, mindegy. Ö, azért olvastam föl, igen. Igen, tehát az isteni szeretet az olyan, amikor Péter... Aztán ugyanazok előtt a főpapok előtt, nem a szolgáló lány előtt, aki kérdezi, hogy nem te is a tanítványa vagy, hanem a főpapok előtt, akik megbízták a romaiakat, hogy Jézus töljék meg, ezek előtt tesz bizonyságot Jézusról, bátran. Olyan bátran tesz bizonyságot, hogy elcsodálkoztak rajta, hogy írástudatlan ember létére milyen bátran szólja az Isten dolgait, mert akkor már az Isten szelleme bátorságra Vitte őt. Amikor te Isten szellemével jársz, olyan dolgokat fogsz meglátni, ami emberileg lehetetlen. De amikor Isten betölt és Istennel jársz, akkor elkezdenek nem csak a csodák, hanem a természet fölötti világ megnyilvánulni. Angyalok és Istennek az ereje, Istennek a, a látása. Fogsz tudni olyan dolgokat, kijelentéseket kapni a jövőről, ami meg fog történni. A nehéz napokban, amikor az ember tudja, hogy nem arra kell futni, hanem erre kell menni, és ide kell jönni, az egy nagy erő lesz. Figyelj, megvan vadítva a világ. Megvan vadítva a világ. Isten hív bennünket, hogy ne a testet erősítsük, hanem a szellemet. Hogy hitbe járjunk. Sokszor mondtam már, hogy egy parancs van, ugye a szeretet, és egy bűn van, hogy nem hisznek én bennem. És ez, ez, a, ez, az egésznek a, a summája. Én most ezek között a nehézségek között, amiben élek, és nem, nem egyszerű az életem, sokkal boldogabb vagyok, mint amikor a testem úgymond kitejesedve egy picit despota módon uralkodott a családomba. Sokkal boldogabb vagyok, hogy a Krisztus kezd uralkodni a családomba, a Krisztusnak a békessége kezd leszállni, nem az én üvöltésemnek a békéje, amikor nem mer senki megszólalni utána. Sokkal boldogabb vagyok, amikor ezek a fiatalok elkezdik kérdezni, hogy, hogy, mi volt. Amikor az illatot megérzik, és azt mondják, te milyen parfümöt használsz, mert ez, ez nagyon jó illatú. És akkor el tudod mondani, hogy mennyeit. Annak a menyei atyának a parfümjét, aki téged nagyon szeret. És nem haragszik rád. Azt mondja Pál, Isten megbékélt a világgal. Kérlek, béküljetek ti is meg. Béküljetek meg. Kibékült a világgal? kibékült A fián keresztül. Amikor az Isten bárány elvette a világ bűneit, egyszeri áldozatával. Tudjátok, ismeritek a történetet, soha nem a az embert nézték meg a bűneit, hanem a bárányt, hogy hibátlan-e. És ha hibátlan volt, elfogadta a főpap, és megáldozta, és az ember elmehetett, és rendben volt. A te hibátlan bárányod megáldoztatott. Szabad vagy. Szabad vagy. Ne foglalkozz a testeddel ilyen módon. Annyira igen, hogy nem engedheted szóhoz jutni. Nem engedheted, hogy az érzelmeid beszéljenek a szádon keresztül. Hogy elérjék a szívedet, a keserűség, a hitetlenség, a rettegés, a sötétség. Hanem el kell, el kell kezdenünk. és, és itt, itt egy nagyon fontos szolgálat van. A szellemi szolgálat az vonatkozik a dicsőítésre is. Ha a dicsőítés vezető nem képes a szent szellemet, bocsánat, de követni, akkor hiába énekel szépen. Mert van itt ezen a helyen, amikor a szent szellem adja egy éneket, és azt kell elénekelni. Mert az fog megérinteni téged. És amikor megérint, akkor szellembe kerül az egész gyülekezet. Mert, mert egyszerűen a szellembe való járáshoz az is hozzátartozik, hogy a prédikátor az félre tudja tenni a saját gondolatait, és el tudja mondani azt, amit az Isten üzen. Ez a legnehezebb egy prédikátornak. Kérdezte a kat, hogy kész vagy a prédikációval, mondom nem. Ennyit még nem készültem prédikációra, és ilyen keveset még nem mondtam el abból, amit készültem. És azt mondja, miért? Mondom, mert a prédikációnak egy lényege van, hogy megérintsen engem az Isten. És ha megérint engem az Isten, akkor azt tovább tudom adni, és a hallgatóságban a szellemet erősítem, és ezáltal, amikor fölkelsz, akkor jól érzed magad, nem lenyomva, nem elfáradva. Amikor szellem által dicsérik az Urat, akkor felemelkedsz, és órákig, napokig, évekig tudnád dicsérni. Amikor szellem általi prédikációt hallasz, akkor megújulsz. Amikor szellem általi bizonyságtételt hallasz, akkor repesz a szíved. Amikor, és higgyétek el, hogy nagyon testiek vagyunk mi keresztények. Nagyon sok buzgalom van bennünk, nagyon sok emberi igyekezet, pedig nem kellene emberileg akarni ezt az egészet, hanem szellem által kellene megtanulni, hogy milyen az, amikor kell adni, milyen az, amikor kell segíteni, milyen az, amikor, amikor, amikor imádkozni kell, amikor szellem által csak nyelveken szólsz, amikor semmi más nem tudsz mondani, mert ne, nagy nehézségben vagy, hogy szeretlek, uram. De nem tudok imádkozni, mert bajba vagyok, és nem üt eszembe semmi, csak ölelj át. És akkor átölel az Isten. Átölel, és ott érzed a szeretetét és szerelmét, és megkönnyebbülsz. Mert nagyon törékenyek vagyunk. És nagyon, nagyon rá vagyunk szorulva az Istennek a szerelmére és szeretetére. És úgy gondolom, amikor, amikor ebbe járunk, akkor, akkor nem csak, hogy megváltozik az életünk, hanem képzeld el, boldog emberek leszünk. Régen volt egy ilyen könyv, hogy a legboldogabb emberek a Földön, a Sakariánnak a könyve, igen ez örmény, országban volt, ahol kiírtották az örményeket. A legboldogabb ember leszel a Földön, hidd el, attól függetlenül, hogy milyen, milyen, dolgok vesznek körül téged. Én a Mária ápolásába kezdtem el ezt a leckét tanulni, hogy hiába pelenkázom a feleségem, stb. stb. sírhatna, stb. de ez Ervin látta, tele volt örömmel a ház. Tele volt békességgel, hittel és szeretettel. És nem volt kudarc az sem, hogy elment a Mária, hanem ezzel is Isten megdicsőítette a nevét, ahogy elment, ahogy ezt feldolgoztuk, ahogy ez megtörtént, és ahogy most jött ez az új család. És ebben még jobban megdicsőíti a nevét, még jobban engem, bocsássatok meg, de engem még jobban szellemi emberré formál, mert igazából van, van az Istennek velem egy terve, most már látom, hogy szellemi emberré váljak, hogy szellemi módon gondolkozzak, hogy szellemi módon reagáljak eseményekre és nem a testem szerint amen